történelmi apróságok. Nagy Sándor legemlékezetesebb csatái. Az ókori történelem egyik legnagyobb hadvezére volt Nagy Sándor, aki rövid élete alatt is hatalmas területeket hódított meg. Kivételes taktikus és hadvezér volt, aki veretlen maradt a csatatéren. Számtalan csatát vívott meg, amelyek közül sok, emlékezetes maradt. A csata az apja meggyilkolása után sok déli görög állam vissza akarta nyerni a függetlenségét, amelyek közül az egyik legkiemelkedőbb, Téba volt. Főként azért, mert azt hitték, hogy Nagy Sándor is elesett egy csatában, amelyet egy északi törzs ellen vívtak. Nagy Sándor azonban Téba ellen fordult, és amikor a többi városállam rájött, hogy nem halt meg, azonnal ott hagyták a tébaiakat. Erre Nagy Sándor egyik hadvezére támadást indított Téba ellen, és áttörték a falakat, aztán komoly mészállás hajtottak végre. Erre ugyan nem volt engedélyük, de végül így is győztek, és Tébát lerombolták, a lakosságot pedig rabszolgaként hurcolták el. A korintoszi réga szerint Téba a lázadással szerződészeget. A Gránikoszi csata Ebben a csatában találkozott Nagy Sándor először a perzsákkal, így bár nem volt nagy csata, mégis fontos volt az életében. A perzsák ekkor még nem ismerték az ellenfelüket, így csak egy kisebb hadsereget mozgósítottak ellene. Amikor a granikus folyó partjára élt, a perzsák már ott voltak, és felkészültek a csatára. Arra számítottak azonban, hogy a Makedón vezér szintén rákészül a várható küzdelemre. Ő azonban szinte azonnal támadott, és ezzel meglepte a perzsákat. A támadó balszány súlyos veszteségeket szenvedett, de a perzsák odőszpontosították az erőiket, így aztán Nagy Sándor a jobb szélen könnyebben támadhatott. Bajon nem a királyt is megölték, de végül a nagy csatában legyőzték a perzsákat. Az iszoszi csata Az előző csata után egy évvel találkozott először Nagy Sándor, a Perzsa uralkodóval. Előbb megpróbálta feltartóztatni Dáriust, majd a Perzsa uralkodó mögé került, és a pinárus folyó mentén szembeszállt a Perzsákkal. A Perzsák azt hitték, hogy egy visszavonuló makedón sereggel ütköznek meg, és meggondolatlanul megtámadták. Így aztán pár létszámban jelentős túlsúlyban voltak, de a tereppiszonyok a makedónoknak kedveztek. Nagy Sándor teljes mértékben kihasználta a terepet és a taktikai tudását, így komoly győzelmet aratott. A perzsa király ugyan elmenekült, de a családja, a felesége, az anyja és a gyermekei Nagy Sándor fogságába estek. Tírus Ostroma A korszak egyik legnagyobb és leggazdagabb városa volt Tíre vagy Tírus, amely közel 2000 éve létezett. Ez a város ellenállt egy 13 éves babilóniai ostromnak is, de Nagy Sándor meg akarta hódítani. Előbb diplomáciai eszközökkel próbálkozott, de a magabiztos védők miatt úgy döntött, hogy elfoglalja a várost. Tírosz egy szigeten helyezkedett el, de Nagy Sándor utasítására egy átjárót készítettek a sziget és a szárazföld között. Így Tírosz egy félszigetté vált. Persze a védők igyekeztek minden eszközzel támadni őket, de fél évnyi építkezés után az ossom sikerre járt, és a város elesett. A Gaugamélai csata Az egyik legnagyobb csatájában ismét megmutatta taktikai érzékét, hiszen a hatalmas perzsa sereg ellen alig 50 ezer katonával szállt szembe, és döntő győzelmet aratott. A sokszor jelentősen túlzó ókori források alapján a perzsa sereg létszáma negyedmillió és egymillió fő között lehetett. A legszerényebb becslések szerint is azonban legalább 120 ezer perzsa átvele A legfőbb taktikai elem a perzsa király elfogása vagy meggyilkolása volt, akit azonban a halhatatlanok, vagyis a királyi gárda védett. Nagy Sándor a lovassága is rejtett, és amikor megtámadták a perzsa lovasságot, az üldözte a gyorsan menekülés színlelő makedónokat, ezzel majdnem őrizetlen maradt a király. Ekkor a gyalogság és a lovasságának egy másik része menekülésre késztette a majdnem védtelen névált perzsa uralkodót, és ezzel megtörte a harci kedvet az ellenség soraiban. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz fel.